Vasárnap reggel, majdnem fél öt van, még semmi nincs itt van a reptéren, és kb. 10 perc alatt bejöttem mindenből, és egy bulit hagytam ott, ami nagyon jó volt. Ilyet még sose csináltam, hogy buliból mentem reptérre, tehát ilyen is kell. Ugyanis Izraelbe repülök, egy ilyen Young Leadership Visitor Program, nem tudom, hogy minek nevezzem el pontosan. Szeretnék titeket végigvinni azon, hogy mi mindent fogunk látni Izraelben, körbevisznek rengeteg dolgon, és mindemellett egy olyan kihívást tettem magamnak, hogy ez lesz az a hét, amivel a legproduktívabb vagyok, ugyanis nem egy nyaralás, nem vakációra megyek, hanem kőkeményen fogok dolgozni ugyanúgy minden alatt, és minden hacket, amit eddig tanultam az életembe, azt be fogok vetni olvasásra, e-mailekre, prezentációk készítésre, anyaggyártásra, mindenben. És hát az első challenge, hogy olyan okos voltam, hogy egy buliból jövök, és itt várok, és még semmi sincs nyitva. Úgyhogy a vlog az elindul, csinálok pár b-rollt, nagyon rendben van. Megérkeztem, meg volt a passzkontroll, és tök érdekes, nem tudom, hogy ti voltatok már Izraelben, kommenteljétek meg, és nem egy ilyen pecsétet kapsz az útleveledben, hanem egy ilyen kis, olyan mint egy jegy, mint egy BKV jegy, vagy ilyesmi. Tök jó, mert vártak rám, ugye pont ha a törökországi nyaralást nem láttátok, akkor nézzétek meg. Ott nem jött a transfer, de itt jött minden, tök jó kis kocsival megyünk, úgyhogy most Tel Avivba vagyok, és átmegyünk Jeruzsálembe, a hotelbe, ahol remélhetőleg már ott vannak a többiek. Ezt a hetet szeretném életemben a legproduktívabbnak, amit valaha csináltam, micsoda kívás, hogy most, amíg utazunk, előveszem a gépemet, és dolgozni fogok. Hát 20 perc, szerintem lehet, hogy ez egy ilyen e-mailezés kör lesz. Minden lehetőséget, ugyanaz, mint amikor a nincs időm olvasni kihívás szabadosággal, hogy mindig legyen nálad ugye a könyv, olvashatsz. Ez a lényege, mindig bármit hasznosan meg tudsz csinálni. I would like to check in. What's your speaker? Santo. Meg is érkeztem a hotelbe, kellett várni egy kicsikét a szobára. Most van egy kis szabad időnk, úgyhogy képzeljétek el, hogy amíg beértünk Tel Avivból Jeruzsálembe, megcsináltam azt a vlogot, amit ezelőtt raktam ki. Jó, tehát ezért éri meg mindig belekezni, hiszen nem tudod, hogy mennyi mindent tudsz elintézni. Itt ez nem olyan szoba, hogy rumtúr legyen. Pihenek, és egy délután pedig megnézzük a régi részét Jeruzsálemnek. Azt mondják, hogy a keresztényeknek a legszentebb helye, nem Róma, hanem itt feszítették keresztre elméletileg Jézust, azt mondja nekünk a turgájt, hát keresztényeknek akkor ez az a hely. Ott van az a létra, és az azért van ott, ez egy szimbolikus, hogy akárhányszor onnan elvitték valami összetűzés, valami háború ilyesmi. Oh,
azért állok itt, mert így akkor teljesen eltakar az ellenfénybe a mikrofon. Itt vagyunk a régi város részen, és pont affelett vagyunk, ahogy négy felé osztódik a város rész, ugyanis a vallások különböző részei, a muszlim, a keresztény, a zsidóság, így megvan mindenkinek a negyede, hogy melyikbe van, és hát egy nagyon durva túrán vagyunk túl, megnéztük igazából a keresztény részét a dolgoknak, meg nagyon durva bazár van, érdekes, hogy az egyes bazárokban vannak a különböző vallások, és léteznek egymás mellett, és amit nagyon érdekeset mondott nekünk a túravezetőnk, hogy igazából függnek egymástól, és épp ezért, mert függnek egymástól, mint egy kártyavár, ezért igyekeznek úgy, hogy amúgy harcaik nyilván vannak, de ezért tartják a békét. Itt vagyok a Siratófalnál, azt hiszem így hívják, angolul Western Wall, és így be kell letkönni. Meg így fogják az emberek, érdekes, így be kell törni bármi, amit kívántál, meg itt, ahogy látjátok, mögöttem imádkoznak, ez egy nagyon szent hely, és itt mögöttem vannak a nőknek a rész, és teljesen külön van a férfiaknak, nagyon érdekes, meg így nem engedtek be másra, csak fel kellett venni egy ilyet, nem tudom mennyire látszik. 3 cetlire én is írtam, és kívántam pár dolgot. Túravezetőnktől megkérdeztem, hogy miért van az, hogy a férfiak és a nők nem lehetnek együtt és el vannak szeparálva, és hát azt mondta, hogy van egy sajátos elmélet és verziója, hogy egy nagyon ilyen szent helyen vagyunk, és Istennel szeretnénk kapcsolódni, hogy tudnánk teljesen befogadni Istent, hogyha ott van mellettünk egy gyönyörű nő, hát nyilván, hogy inkább rá figyelünk, mert látunk valamit, vagy beszélgetünk vele. Láttátok az előbb, hogy mennyien vannak, ez egy ünnep alatt van, és ilyen sokan vannak ünnep alatt, nagyon-nagyon durva, és hát a teória kapcsán gondoljunk bele, hogyha ilyen közel állnának egymáshoz férfiak és nők. Legalábbis még egy ilyet mondott politikai korrekt szinten a túravezetőnk, én mondtam neki, hogy én ezért megyek, szoktam tán koncertekre is járni. Ti mit gondoltok? Amit mögöttem látok, az pedig egy temető, és képzeljétek el, hogy azt nem tudom, hogy Izraelbe vagy Jeruzsálembe, de mindenkinek jár az ingyenes temetés. Tehát mindenkinek jár az ingyenes temetés, de nem döntheted el, hogy hova temessenek, hanem majd valahova. Ha ide szeretnél, ami egy ilyen fő-fő hely, akkor 20 000 és 100 000 euró között kell fizetned. Na, itt vagyunk az óvárosban, és vettem ilyen mágneseket, és 5 sékelbe kerül, de nekem csak 50-esen van. Odaadtam a pénzt, most eltűnt a csávó, remélem, hogy visszajön. Valahol arra ment el. Azt mondta, hogy 20 nyelvet beszél, mert ez a feladata. És nézzétek meg, nagy leárazás van. You can start from the first station. The first station is there. Okay. Ahova most a kezemet én tettem, oda Jézus is érintette a kezét, és van 5 állomás. Via Dolorosa. Amikor bejöttünk, az úriember azt mondta nekem, hogy köszöni, hogy megengedtem, hogy a hölgy bejöjjön. És most igazából nem vettünk semmit, de mégis azt mondta, hogy engedjük meg, hogy hadd adjon nekünk egy ajándékot. Olyan szép, nyugodtak és kedvesek. És amit láttatok most kövek, azok mindenféle itt Izraelben található köveknek a megmunkálása. Nyilván egy nagyon sztorit ad, de amit tényleg tetszik, hogy nem, nincs az, hogy itt most rád akarnak erőltetni valamit, csak úgy beszélgettek. Oké. Okay. Hello everyone who is watching me, my best love from Jerusalem. We are, first of all, we say that we are brothers in the humanity, no matter who are you, where you from, what is your color, what is your religion. We are brothers in the humanity. We have big hearts to love everyone. Thank you. Yeah. Na, hát most eltelt egy kis idő, igazából már a következő nap van, nem annyira kronológiára megyek rá. Voltak előadások. Hú, de rossz itt a fény. Itt most egy ebédünk van, egy egész délelőtti sessiont kaptunk arról megint, hogy Izraelnek mi a helyzete, története, hogy alakultak ki dolgok. Mivel nem vagyok a szakértője, nem fogok nektek ilyeneket mondani, inkább csak azt
a program, arra a programra világítani, hogy mennyire jó, hogy ide hívnak Európából mindenfelől fiatalokat, akik valamilyen a leadershiphez közeli pozícióban vannak, és ezeket mutatják nekik, próbálják edukálni, felnyitni a szemüket. Igazából az az egésznek a lényeg, hogy egy beszélgetést kezdjünk el. Most várunk arra, hogy ebédeljünk, és utána meg megyünk napból. Nagyon jó vlog lesz, és nincs nálam a drónom. Megyünk a holtengerhez. Egy olyan helyen vagyunk a holtenger mellett, ahol a kibucok laktak, és minden közös volt számukra. Nagyon sok mindent meséltek, de ami bennem megragadt, hogy nem volt olyan, hogy ez az enyém, ez a tiéd, hanem mindenen osztoztak, és mindent együtt csináltak. Nagyjából ez az, amit itt el tudok mondani, hogyha amit láttatok a B-rollból, ilyen dolgok érdekelnek, akkor nézzétek meg. És most pedig, mivel ellenfényem is van, ezért forgunk egyet, és megyünk, igazából most már a fény is nagyon jó, és mögöttem, amit láttok, az a holtenger, úgyhogy repüljünk oda. Pont arról beszélgettünk, hogy milyenek az elvárások, meg aztán a valóság. És hát van 150 méternyi hely, ahova oda zsúfolnak rengeteg embert, és így bemehetsz. Nem az az Insta vagy a legjobb vlog kompatibilisabb rész, de hát... Szóval itt vagyunk, most megpróbálok bemenni, és megnézzük, hogy mi történik. Nem, mint hogy csomagomat akarnám mutogatni, de most jöttem ki. Izébe iszapoztam magam, meg voltam szerintem egy fél órát, háromnegyed órát. Tehát nagyon jót tesz a bőrnek, aminek... így jobb. Aminek én nagyon örülök, mert ez az én bőröm amúgy nagyon érzékeny. Nem tudom, erről miért beszélek, de lényeg, hogy tudsz lebegni. Nagyon furcsa, amikor így meg próbálsz fordulni, és hogyha ide jöttök, akkor próbáljatok meg törökülésben ülni. Nagyon poén az egész. Megéri a látogatást. Szóval megéri a látogatást. Most meg a végén veszek ilyen igazából show, tengeri show, és akkor ez ilyen fürdőzésre lehet ajándéknak, és jó, ez például levendulás. Ez most meg valami olajos cucc, mindenféle ízben van. Ezzel a bejelentkezéssel nem nagyon lesznek bírólok, mert nem kamerázhattam. Itt vagyunk a Holokauszt Múzeumban. Hát egy félnapos programon vagyunk túl. El se tudom mondani. Annyit tudok mondani, hogy ajánlom nektek, hogy gyertek ide, hogyha van lehetőségetek Jeruzsálembe, és mindenféleképpen tour guide-dal menjetek, akik vezetnek. Hihetetlen. Nekem a legdurvább a személyes sztorik, nem az ő személyes sztoriaik, hanem hogy milyen nagy gyűjtemény van könyvekből, iratokból, mindenből, az, hogy az emberek, akik sztorikat meséltek el, mert túlélték, vagy pedig naplót kezdtek el vezetni. És van egy olyan terem a végén, amilyen kör, és ott van az összes könyvben összegyűjtött név, a több millió név, akik eltűntek, vagy ugye meghaltak. Fent képek, képes lapok, és ahogy meg lenézel, lent pedig hát egy ilyen üveges kis rész van, ahol azt mutatják, hogy merül ez az egész feledés homályába. A másik nagyon durva, és az két magyar állította a gyerekek emlékére, a kisgyerekek, akik meghaltak, és bemész, full sötét van, gyertyák égnek, és csak a hangszóron gyereknevek mennek be. És meg kell indulnom, mert amúgy esik, azért álltam be ide, és a busz megy, megint én vagyok az utolsó, de hát hogy tud valaki egyszerre vlogolni, és ugye ott lenni, remélem nem kések el, igen, még ott látom őket. Most kajálunk, mert amúgy már viszonylag késő van, falafellel.
genetikai módosítással készül. Ti megennétek? Most vacsorázunk. Milyen jó fényt csináltam a telefonommal, vagy nem? Majd írjátok meg. Ezzel a jeruzsálemi rész lezárult, nagyon sok előadáson voltunk, láthattátok betekintést, és holnap megyünk át Tel Avivba, ahol ugyanúgy megyünk, amit nagyon várok, és akkor most spoilerezek, amiért maradjatok velünk, vagy hogyha túl hosszú lett ez a rész, ugye még nem tudom, még nem vágtam meg, akkor lehet, hogy itt fogok csinálni egy vágást, és majd a következő héten folytatom. Ha ez lenne, akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a jövő heti részről, és menjetek át Instagramra, ott ugyanis hetente naponta posztolok. Köszönöm szépen! Ha már kávézunk most Tel Avivba, itt is el kell mondanom valamit, mégpedig azt, hogy a tegnap vagy tegnap előtti helyen vagyunk, és kértem kávét, ugye én teljes kávét szoktam inni, de az nem kóser, hiszen tejterméket nem tartalmazhat, viszont hoztak nekünk fagyit, amit most itt bevágok, látjátok, és kérdezik, hogy a fagyi tahinből, meg még valami anyag, ami nem tudom készült, tehát végül is fagyit tehetnék bele, és feljött az a kérdés, hogy növényi, vagy szója, vagy valamilyen más tejet miért nem ajánlottak fel. Na megkóstolom, még nem kóstolták, hogy milyen ez a kávé. Egy vizezett filter kávé.